A Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi szervezete, a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány, valamint a Magyar Hospice Alapítvány nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket e szeszélyes áprilisi délutánon. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kovács Szilviát, Karcagváros alpolgármesterét. Szeretettel köszöntöm dr. Szabó János urat, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnökét. És engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy szívből gratuláljak a szövetségi elnöki tisztségének elnyeréséhez, és kívánok jó egészséget, erőt és hitet eme elhivatott feladat végzéséhez. Tisztelettel köszöntöm Karcagváros önkormányzatának megjelent képviselőit, a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület tagjait, és valamennyi kedves érdeklődőt. Az Angliából több mint fél évszázada indult hospice mozgalom a gyógyíthatatlan betegek testi és lelki támogatásával foglalkozik. A humánus kezelést és az emberi méltóság megőrzését tartja elsődlegesnek. Azt szeretné elérni, hogy a közvélemény értőbben forduljon a gyógyíthatatlan betegek problémái felé, és a társadalom elfogadóbban, tudatosabban viszonyuljon az elmúláshoz. Hazánkban 1991-ben dr. Muszbek Katalin főorvosnő kezdeményezésére alakult meg a Magyar Hospice Alapítvány, és ezzel megkezdte munkáját a magyar mozgalom. 2002-ben nyitott a Budapest Hospice Ház, és ekkor kezdett az országban elfogadottá válni az otthonápolás, a kórházakban is létrejöttek ápolórészlegek, akik a daganatos betegségben szenvedők számára nyújtottak utolsó lehetőséget. A program ereje az önszerveződésben van, és a megmozdulásra késztető cél felmutatásával olyan szélesebb rétegeket érintő kezdeményezés születhet, amely minden embert megérinthet. A Hospice Alapítvány egyik kiemelt programja a NACIS program. A NACIS a világon mindenütt a rákbetegeket, rákban haldoklókat gondozó szervezetek egykorú szimbóluma és jelképe. E jótékonysági tevékenységben az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a szimbolikája is. A NACIS a remény jelképe. A telet legyőző tavasz egyik első virága, az öröm, az életigenlés és az újjászületés jelképe. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony a Kátai Gábor Kórház részéről. Tisztelettel átadom a szót Kovács Szilvia alpolgármesterasszonynak köszöntője megtartására. Tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök úr, igazgatóasszony, képviselőasszonyok, tisztelt jelenlévők, Karcagváros önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ezen a tényleg szeszélyes áprilisi délutánon itt vannak, velünk vannak, és minden karcagi számára példát adnak. Először is engedjék meg, hogy átadjam Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki egy fontos rendezvényen való részvétele miatt sajnos nem tudott itt lenni, és nem tudta köszönteni Önöket, így most én teszem ezt meg. És engedjék meg, hogy elsőként kicsit közhelyekkel kezdjek, de muszáj ezzel kezdenem, hiszen ezekben élünk. Divat azt mondani, hogy rohanó világban élünk, és nincs időnk semmire. Azt mondja a reklám, hogy még a fejfájásra sem. Igen, tényleg így élünk. Rohanunk, szaladunk, futunk, elfutunk mindenki és mindenki mellett, és nem figyelünk oda semmire, senkire, sokszor még önmagunkra sem. Ez nagyon nagy hiba, hiszen ha egy picit figyelmesebbek lennénk, akkor meglátnánk, hogy milyen varázslatos világ vesz bennünket körül, és hogy mennyire fontos az egészségünk. Igen, az egészség a legfontosabb kincsünk, és hajlamosak vagyunk nem figyelni erre. Viszont a baj nagyon könnyen, nagyon hamar bekövetkezhet, és az egészségünk bizony egyik napról a másikra úgymond oda lehet. És ebben az elembertelenedett világban
Igen, amikor valakinek baj van, valakinél baj van, és az egészsége megingott, megromlott, bármilyen mértékben és módon sérült, nagyon nagy szüksége van a segítségre, odafigyelésre, a támaszra, az empátiára, hiszen egyedül nem megy. Egyedül nem lehet leküzdeni azt, amit egy betegség felró és feladatként odamér az embernek, segítő kezekre, segítségre van szükség. És hogyha ezt a segítséget valaki megkapja, akkor ezzel megkapja a hitet, és megkapja a reményt arra, hogy meg tud gyógyulni, és ki tud kerülni abból a mély gödörből, amiben került. És emellett még nagyon fontos, én úgy gondolom, a szeretet. Hiszen a szeretet, szoktuk mondani, bár sokszor tényleg frázisként használjuk, hogy mindent legyőz. De igen, a szeretet mindent le tud győzni, mert hogyha szeretünk, akkor nem rohanunk, odafigyelünk egymásra, odafigyelünk a másikra, és hogyha szeretjük magunkat, akkor odafigyelünk önmagunkra is. Egészségesebben élünk, és hogyha szeretünk, akkor a segítséget a bajba jutott embernek meg fogjuk adni. Nem tudunk elmenni úgymond a dolgok mellett. A bevezetőben nagyon helyesen hangzott, hogy a mi társadalmunk bizony nem tudja, nem tanulta meg kezelni a problémát, a bajt, és legfőképpen a rákos betegséggel járó feladatokat, és egyáltalán azt, hogy hogyan tudunk egy ilyen emberhez viszonyulni. Általában az szokott ilyenkor történni, szomorúan tapasztaljuk, hogy mindenki a fejét dugja a homokba. Sokszor még maga a beteg is, és nem kéri a segítséget az orvostudománytól, és nem kér semmilyen segítséget, eltitkolja a betegségét. Aztán olyannal is találkozunk, aki azért dugja a fejét a homokba, mert nem akar azzal szembesülni, hogy barátja, ismerőse, szerette, rokona ilyen bajba került. Ezek bizony nagyon nagy hibák, és én úgy gondolom, hogy ezekből nekünk tanulnunk kell, hiszen ha tanulunk belőle, akkor tudunk rajta változtatni, és meg tudjuk adni az embereknek azt a segítséget, amivel hitet, reményt és erőt, kitartást tudunk nekik a harcban adni. És az ember ezektől lesz legyőzhetetlen, hiszen a betegséget igen, le kell győzni. És hogyha valaki hisz, remél és szeret és szeretik, akkor ez az erő meg lesz benne és le tudja győzni a betegségét. Viszont beszélnünk kell a dolog másik szomorú oldaláról is, amikor nem sikerül győznünk, hiszen nem mindig sikerül a győzelem. És így aztán nagyon sokan vesztesei ennek a harcnak. Ezután is kell a segítség, a melléállás, a szeretet, hiszen az itt maradóknak tovább kell lépniük, tovább kell élniük, és fel kell dolgozniuk a traumát, az elvesztés bánatát, és erőt kell adni az itt maradottaknak. És én úgy gondolom, hogy ha ezekre odafigyelünk, akkor értelmesebb, tartalmasabb életet tudunk élni, és egy picit emberek tudunk maradni, hiszen én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy emberek maradjunk, és emberhez méltóan éljünk. A betegségben is meg kell tudnunk tartani a méltóságunkat, ezért is tartom nagyon találónak ennek az elnevezését, ennek a délutának, hogy a méltóság mezeje. Igen, méltónak kell maradnunk, hogy emberhez méltóan tudjunk élni, és emberhez méltóan tudjunk viszonyulni embertársainkhoz. Én köszönöm, és nagyon-nagyon nem is lehet én úgy gondolom szavakkal kifejezni, hogy mivel tartozunk azoknak az egyesületeknek, szövetségnek, alapítványoknak, akik ezt a feladatot felvállalják, és ezzel a feladattal példát, mintát adnak mindenkinek, hiszen én úgy gondolom, hogy tényleg, ahogyan a bevezetőben is hallottuk, ráirányítódik a figyelem arra, hogy ezekkel a dolgokkal szembe kell néznünk. Szembe kell néznünk a betegséggel, sokszor a gyógyíthatatlan betegséggel, az elmúlással, az elvesztéssel, és meg kell tanulnunk, kezelnünk ezt. Én köszönöm az alapítvány, a szövetség dolgozóinak a munkáját, köszönöm, hogy ezt a rendezvényt évről évre megtartják, hiszen így a figyelmet minden korosztálynak rá tudják irányítani erre a problémára, erre a kérdésre. És köszönöm még egyszer, hogy itt vannak velünk, és kifejezhetjük azt a méltóságot, azt a tartást, amire minden embernek, én úgy gondolom, szüksége van.
Befejezésül csak azt kívánom mindenkinek, hogy legyen egészséges, ha beteg, nyerje vissza az egészségét minél hamarabb. Ha vesztes, akkor viszont próbálja a veszteséget minél gördülékenyebben, minél hamarabb feldolgozni, hogy méltóan tudjon tovább élni. További életükhöz kívánok sok sikert, egészséget, kitartást és sok-sok szeretetet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tél elmúltával jő a tavasz. Sok szép fát rügyre fakaszt. De ne csak a természet ébredjen, a lelkünk is fel kell, hogy éledjen. Feledjük hát el a múltat, a jövő többet is nyújthat. Ahogy a tavasz szépsége átjárja a lelkünk, úgy a természettel együtt kell ébrednünk. Észre kell venni a sok szépet, mi körülvesz, mert soha nem tudhatjuk, hogy holnap mi lesz. A boldogság nem a múltban rejlik, hanem, ahogy azt sokan elfelejtik, jelenben élni, mosolyogva, boldogan. Ez a legfontosabb. Tudom, pontosan. A náci sétán résztvevőket köszönti dr. Szabó János úr, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Hospice Alapítvány szellemében a rákbetegek emberi méltóságáért. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és megmondom őszintén, hogy ez a dal nagyon elérzékenyítette a szívemet, hiszen akik közel állnak hozzám, tudják, hogy alig egy éve derült ki édesanyámról az, hogy nem tüdőgyulladása van, hanem tüdődaganata, és egy hónap alatt elvitte ez a betegség. Mivel ma a magyar költészet napja is van egyben, ezért én arra gondoltam, hogy egy ritkán olvasott, méltatlanul elfeledett Arany János verset szeretnék megosztani önökkel. És ez a vers azért is különleges, mert dinamizmusában, ahogyan szembesít bennünket az élet nagy kérdéseivel, mindazoknak, akik betegségben küzdenek, azoknak, akik elveszítették hozzátartozóikat ebben a szörnyű betegségben, választ ad bizonyos kérdésekre. Így hangzik ez a vers, amelynek címe Visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól-rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajolt reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se vírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertjében vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt a rászkódáskor, mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölgeti. Álmaim is voltak. Voltak. Ó, én ifjú álmaim! Rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd elenyészett. Az a légvár füstgomoly. Az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Nem voltam erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, nem ég. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szendefényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz,
szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el, nincs az messze síromig, s fátyolozz be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. 1852-ben írta Arany ezeket a sorokat, ami talán azért meglepő, mert mindössze 40 éves volt. És 40 évesen ír egy verset, aminek az a címe, hogy Visszatekintés. Miért? Talán azért, mert 40 évesen már olyan dolgokat megtapasztalt az életben, amit látunk ebben a versben, amit talán sok ember 60 vagy 70 évesen sem. Miért gondoltam, hogy erről a versről beszélnék röviden, és ezen a versen keresztül szeretném bemutatni azt, hogy mit jelent daganatos emberek méltósága, az emberi méltóság. Mert ez a vers végigkíséri az emberi életet. Hol kezdi? Hát hol kezdhetné máshol a születésnél? Figyeljék meg ezeket a nagyon súlyos sorokat és kérdéseket. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni? Mikortól kezdünk el élni? Gondolkoztak már ezen? Akkor, amikor megszületünk erre a földre fizikailag? Vagy amikor úgy is fogalmazhatnánk, gondolatilag elkezdjük birtokba venni a világot? Vagy amikor már bizonyos kérdésekben döntünk, választunk, a saját sorsunkat irányt szabunk? Mikor kezdünk el élni? Mikor kezdődik valójában az élet? És ezt a nagy-nagy kérdést újabb kérdés követi, és hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Igen, az ember örömre, boldogságra teremtetett. Arra, hogy méltóságban éljen. De valljuk meg őszintén, sokszor olyan méltatlan az élet, nem? Méltatlanok a körülmények, sokszor emberek méltatlanul viszonyulnak hozzánk, és keressük az emberi méltóságot, keressük azt, hogy hogyan tudnánk boldogan igazán élni. Mit jelent méltóságban élni? Valaki erre azt mondja, hát azt jelenti, hogy az ember fiatal. Milyen érdekes, hogy Arany erre azt mondja, az ifjúság szép kertjébe vaskorláton néztem át. Mit látunk akkor, amikor egy gyönyörű kertet nézünk? Virágokat, nem? Szépséget, harmóniát. Biztos önök is szeretik a virágokat. És eljöhet az ember életében olyan pillanat, amikor látja a kertet, a gyönyörű virágokat, a szépséget, de valójában nem a virágot és a szépséget látja már, hanem a vaskorlátot. A vaskorlátot, amely elszakít, amely elválaszt, amely talán a befelé fordulást is jelenti, hogy már nem tudok úgy örülni az életnek, mint korábban. Igen, a betegséggel küzdő emberekre sokkal inkább jellemző az, hogy befelé fordulnak. Hiszen annyi teher van az életben. A szeretteinknek is annyi terhe van, és még a mi terhünket is az ő vállukra helyezzük. Az ember keresi a méltóságot a boldogságban. Azt mondja Arany, ő is ezt tette. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, és kerülém, ha megjelent. Mi van akkor, hogyha vaskerítést látunk már csak? Mi van akkor, hogyha a boldogságot is elveszítettük? Mi marad? Azt mondanánk, erre a szabadság maradt, ami megadja az emberi méltóságot. Azt mondja Arany, igen, én is vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Mert bizony, aki betegséggel küzd, megtapasztalja azt, hogy sokszor nem olyan megy, ahová szeretne, nem akkor megy, amikor szeretne, amikor vágyik rá, bizony sok mindent átír az ember életében, ebben a tekintetben is a betegség. Mi marad akkor, hogyha az ember úgy éli az életét, hogy elveszíti azt az örömöt, amit eddig érzett, nincs meg az a boldogsága, és mondjuk a szabadságát is úgy éri meg, hogy korlátozva van bizonyos tekintetben. Azt mondhatnánk, maradtak az álmaink. Mert álmok nélkül mit ér az ember? Azt mondja erre Arany, álmaim is voltak, voltak, de már rég szétfosztottak.
Döbbenetes kép. Egyre zaklatottabbá válik ez a vers. Ahogyan végig kísérünk ez zaklatott embernek a lelki állapotát, hogy elveszítettem az örömömet, elveszítettem a boldogságomat, elveszítettem a szabadságomat, elveszítettem az álmaimat. Azt az életutat járja be, amit oly sok daganattal küzdő ember bejár. Mi marad még akkor? Mi marad, ha mindezt elveszítettem? Talán fenyegető jövőképként egy marad a halál képe. Beletörődés. Azt mondja erre arany, megálljunk, ne, ne még. Súlyos a teher, súlyos. De imhol egy sugár előttem ég, szendefényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Amikor eljut a költő az ő lelki vívódásában, odáig, hogy már másképp látja a világot, nem tud úgy örülni, nem találja a boldogságot, úgy érzi, hogy a függetlenségét elveszítette, nem találja az álmait, mert szétfoszlottak, és szembenéz a halál kísértő rémével, milyen jó, hogy felkiált. Ne, ne még, mert van egy holdvilág. Az egyetlen vigasz és remény. Mi az a vigasz és mi az a remény? Azt mondja, a szerelem és szeretet. Amiről az előbb hallhattunk. A szeretet és a kapcsolat, most hadd mondjam így. Miben rejlik a beteg ember méltósága? Miben rejlik a betegséggel küzdő embernek a méltósága, az emberi méltósága? Igen, lehet, hogy elveszítünk dolgokat. Lehet, hogy elveszítjük azt az örömöt, amit korábban éreztünk. Elveszítjük a boldogságot. Vaskerítésen keresztül látjuk a dolgokat lelki értelemben. Elveszíthetjük a függetlenségünket is, mert nem oda megyünk, ahova szeretnénk, és nem akkor, amikor szeretnénk. De hadd mondjam, így van valami, amit nem vehetnek el tőlünk. Ami az embert emberré teszi. Akár egészségben, akár a betegséggel szembenézve. És ez maga a szeretet. A szeretet, amely, hadd mondjam így, hogyha elkísér bennünket az életünkben, akkor szembe tudunk nézni még az éjjel is. Mert a szeretet az élet értelme. A szeretet a méltóság mezeje. Hadd fejezem be ezt a gondolatsort egy bibliai idézettel. Pál apostol a következőt mondja, mint egy 2000 évvel ezelőtt. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Ez más fordításban így hangzik. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, amely a tökéletességnek a kötele. A tökéletességnek a kötele. Én azt kívánom, hogyha vannak közöttünk olyan emberek, akik átélték az életnek ezt a nagy-nagy tragédiáját, a vaskorlátot, az öröm elvesztését, a boldogság megkopását, a függetlenség elvesztését, az álmok szétfoszlását, és fenyegető rémként a halállal való szembenézést, arannyal együtt elmondhassák, ne, ne még. Mert van egy holdvilág, a szeretet, és az a kapcsolat, amely bennünket most összefűz, összeköt, hiszen azért vagyunk itt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy elnök úr is említette, a mai napot, április 11-ét a történelem és a kultúrtörténet már többször is megjelölte. 109 évvel ezelőtt megszületett egy fiúcska, aki nem középiskolás fokon tanította népét. Ennek emlékére pont 50 éve, 1964 óta ünnepeljük e napot, a Magyar Költészet napját. Az emberi élet mindennapjait tudatosan, tudatalatt, bevallva vagy bevallatlanul, de átszövik a versek. Verset mondunk születéskor, házasságkötéskor, ünnepléskor, a hőseinkre emlékezünk, egy szép virágról, egy nagy eszméről,
Dersben fohászkodunk Istenhez, elsuttogjuk fájdalmunkat, vágyainkat, reményeinket, vagy csak ha kevésnek érezzük saját gondolatainkat. Kovács Pálné Erzsike néni tolmácsolja számunkra Stadinger Ferencné gondolatait Mi lehet a legszebb címmel. Mi lehet a legszebb? Az életben mondd, mi lehet a legszebb? És mondd, mi lehet a legkedvesebb? Szép az, ha az emberek megbecsülik egymást, és átérzik másoknak örömét, bánatát. De csak akkor igazi emberi érzésed, ha más örömét magadénak érzed. Legyen mindig tiszta, őszinte a szíved. Igaz szóval éljed mindig a világod. Hazug szóval ne sértsd azt, aki jó barátod. Nem mindig az az ember jó barát, ki számodra ajándékot ad. Szemedbe hízeleg mézes, mázas szóval. Azután pedig elárul rideg Júdás csókkal. Van úgy, hogy az igazság néha ejthet sebet, de az igazságban mindig van szeretet. Valóban lehet az is igaz jó barátod, aki nem nyújt neked csak egy szál virágot, de azt igaz szívből nyújtja oda neked, mindig segítően fogja meg a kezed. Ne törekedj azon, hogy őt megalázd. Jól jön az életben mindig egy jó barát. Lehet úgy érzed, most vagy élted magaslatán, hogy számodra mindenki felesleges talán. De hidd, később majd rá fogsz döbbenni, milyen rossz lenne, ha elhagyna mindenki. Tudod, az életben az a legkedvesebb, ha szívünkben van megértés, szeretet. Köszönöm szépen. A Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje elnevezéssel néhány évvel ezelőtt indított programja egyik fő eseménye az őszi náci szültetés. Ez a virág a születés és az elmúlás örök körforgását jelképezi. Az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek a kifejezője. Ezzel igyekeznek megfogható, érthető párhuzamot mutatni egy növény és az emberi élet folyamata méltósága között. A sárga náciszok élénk színével talán felhívhatjuk a társadalom minél szélesebb rétegének figyelmét arra, hogy megismerjék a hospice mozgalmat. Továbbá arra is, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető. Az elmúlás az élet elkerülhetetlen része az örömökkel, a sikerekkel és a mindennapok emlékeivel együtt. Ezen virágok immár a kezeinkben vannak. És mielőtt sétára indulunk, kérem hallgassák meg Vasné Szűcs Edit tanárnőt, a Kárcagi Általános Iskola pedagógusát, aki egy dallal, a helytulipánnal szeretne egy kis meleget csalogatni szívünkbe. Majd kérem önöket, hogy miután a második dalt biztosan mindannyian ismerjük, a tavaszi szél vizet árasztott vele, és a Kovács Mihály tagiskola diákjaival énekeljük közösen. Hely tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb, telekertem zsájával, szerelemnek lángjával. Nyisd ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat, rózsafának illatja, az én szívem bíztatja. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társadat áraszt, virágom, virágom. Hát élünk már, itt választak, virágom.
szeretném megköszönni a szervezők és a közreműködők munkáját. Külön köszönöm a technikai segítséget és a hangosítást. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a sárga kendőket sétánk végeztével juttassák vissza a szervezőknek, hogy jövőre is felvehessük és jelképezhessük a sárga nácisokat. A séta vezetésére tisztelettel felkérem Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. Na, van esetleg.